Üdvözlöm! Ön a Haraszti aktuális márciusi számát látja. Az első és legfontosabb témánk az, hogy elfogadta a képviselő testület Dunaharaszti város ez évi költségvetését. Mit lehet tudni a büdzséről? Már sok év óta, talán egy-két kivétellel szemben mindig egy hangon fogadjuk el a költségvetést. Nyilván ennek az oka, hogy előtte a bizottsági üléseken és egyéb beengedéseken ezt szoktuk egyeztetni, és annak ellenére, hogy pár önkormányzat arra készült, hogy egy kicsit másképp szemlélje a világot idén, nekünk nem kell semmiféle olyan intézkedést hozni, amivel csorbítanánk a szolgáltatásainkat. Tehát idén ugyanazt a színvonalú szolgáltatást tudjuk nyújtani, mint ahogy, amit megszoktunk az elmúlt években. És emellett természetesen beruházásokat is fogunk tudni végrehajtani. Bár nem olyan nagy számú, mint korábban, tehát nem lesz olyan sokféle beruházás, de értékében talán meg tudja haladni. Kiemelhető valamelyik beruházás? Igen, a bölcsödét kell, hogy kiemeljük, ez egy nagyon komoly beruházás. Már túllépünk az 1 milliárdon, aminek az az oka, ugye, hogy már régóta tervezzük a bölcsödét, elhúzódott egy picit a közbeszerzés is. Nem véletlenül ülünk most a Laffert Kúria kávézójában. Két aktualitása is van ennek. Egyrészt hamarosan itt megnyílik a Bárka közösség jótékonysági kiállítása, akinek van kedve nézze meg és vásároljon a képekből. Másrészt pedig a napokban ebben a térben egyeztetett az önkormányzat a civil szervezetekkel méghozzá programokat. Mi van most az idén a civil szervezetekkel? Igen, ez ugyanaz a téma, amit az előbb említettem, tehát a civil szervezetek is megkapják a maguk támogatását. A Dunaharasztinak, mint sokszor elmondtam már, hogy kiemelten fontos a civil élet, a civil egyesületekkel való együttműködés és a civil egyesületeknek a támogatása, hiszen ezen keresztül tudjuk megmutatni azt, hogy mi egy közösséghez tartozunk, mindannyian Dunaharasztiak vagyunk. Néhányan nem hajlandóak arra, hogy levegyék a lábukat a gázról, ezért ismét visszaveszi az önkormányzat az ő sebességüket. Próbáljuk tényleg visszavenni a sebességet azoknak a járműveknek, járművezetőknek, akik nem tartják be a sebességkorlátozást. Ez egy nagy koncepciónak része, amit úgy hívunk, hogy biztonság, ezen belül pedig a közlekedés biztonság nagyon fontos. Fokoztuk a rendőri jelenlétet, a közterületfelügyeleket küldtük ki ezekre a helyekre, az zebrákra, az iskolák környékén, komolyabb felügyeletet próbáltunk biztosítani. És hát ide tartoznak a trafipaxok, amik mérik a sebességet. Most határoztuk el, hogy telepített trafipaxokat fogunk a különböző helyekre kirakatni a rendőrséggel, most már ez hál' Istennek megint lehetséges, és a következő ilyen az pedig a fekvőrendőrök. Ugye mi rendelkezünk egy koncepcióval, eddig azt mondtuk, hogy azokra a helyekre, ahol iskolák, tanintézmények, nevelési intézmények vannak, annak a környékére teszünk ki fekvőrendőröket. Tehát meg láttuk, hogy vannak olyan utak, ahol bár nem olyan nagy a forgalom, de mégis hajlamosak az emberek egy kicsit gyorsabban menni. Erre volt például a Magyar utca, ahol tettünk fekvőrendőröket, és a másik ilyen példa pedig a Temető utca volt, és most pedig a Millennium utca került sorra. Fontos azt belátnunk, hogy általában olyan eszközöket teszünk ki, ami biztosítja azt, hogy kerékpárra ne kelljen zögykörödni, tehát ki lehet vagy oldalról kerülni, vagy például a bezerédi lakóterületen ott pedig eleve olyanok, hogy ott is van olyan része, ahol kerékpárral úgy lehet áthaladni, hogy nem kell a fekvőrendőrön forgalomkorlátozó eszközön átvenni. Ide tartozik még az is, hogy elfogadta a képviselőtestület azt a rendeletet, amelynek értelmében a köztérfigyelő kamerák rendőrségi végpontot kapnak. Miért jó ez? Hát azért jó, mert eddig a közterületfelügyelők, illetve a polgárőrök nézték ezeket a felvételeket, és a rendőrség keresett meg minket, ez egy pici időveszteséggel is jár. Egy forró nyomon üldözéskor az idő komoly szerepet játszik, sokkal jobb a rendőrség ezt közvetlenül meg tudja kapni, de ez nem függ össze azzal, hogy minden évben egy picivel több és több kamerát teszünk. Most már azt gondolom, hogy elég jó le van fedve a város a közterületfigyelő kamerákkal, ami a megelőzésben nagyon jó, de hasznos a felderítésben is, és ezt minden évben egy picivel többet teszünk. Ebben az évben is két alkalommal lesz lehetősége ingyenesen elszállítani a lakosságnak a zöld hulladékot, és ugyancsak két alkalommal lesz veszélyes hulladékgyűjtés. Ez egy nagyon fontos dolog, beleillik a zöld haraszti programba. Ezt is többször elmondtam, hogy nagyon büszke vagyok, hogy az országban először tudtuk háztól szelektíven elszállítani a szemetet. Ugye, tudjuk, hogy nem szabad zöld hulladékot égetni a városban, de nyilván ezért, és nem csak ezért, de biztosítja a város azt, hogy a háztól el tudják vinni a zöld hulladékot. Egyébként meg, ha valakinek még van rá igénye, van a városban egy komposztáló üzem is, ott is szívesen látják, és természetesen, hogyha még többször akarják, akkor fizetésemében szintén el lehet szállítani. A veszélyes hulladékot pedig nem kell külön kiemelni, hiszen tudjuk, hogy milyen fontos, hogy
külön szedjék, külön gyűjtsék, szintén a zöld gondolkodásmód és a környezetvédelem tekintetében. És egy régi téma a végére, méghozzá 2021 közepéről, Alsó-Némediben most indult aláírásgyűjtés abban a bánya elleni tiltakozásban, ami ellen már jó pár éve fellépett Dunaharaszti. Alsó-Némedi most észlelt ezt a problémát, mi ezt már évekkel ezelőtt, tudnunk kell, hogy nem tudjuk közvetlenül a bánya nyitást támadni. Mi a környezetvédelmi hatóságnak a határozatát támadtuk meg. Lassan tényleg 21. augusztusa óta zajlik ez a per, még nincsen benne döntés. Nem tudom, hogy mikor lesz benne, gondolom feladtuk a leckét, hiszen egy nagyon komoly szakértői csapatot állítottunk össze 2021 után, tehát bevontunk szakügyvédeket, szakjogászokat, és természetesen bevontunk szakértőket is, akik ezzel foglalkoznak évek óta, évtizedek óta, és természetesen nyilván ez nincs ingyen, ezt a város kifizeti. Mi nem vártuk meg azt, hogy legyen egy lakossági tiltakozás, hiszen tudjuk, hogy ez milyen komoly aggodalmat szokott kelteni a városlakók körében, és annak ellenére ez tényleg Dunaharasztitól kiebb esik, bár a saját területünkön van, de mégiscsak Alsó-Némedihez van közelebb egy utcára talán az ő településéktől, de ennek ellenére mi ezzel elkezdtünk komolyan foglalkozni. Ezzel nem baj, hogyha a lakosság is ezt felemeli a szavát, mert ez mindig segít természetesen a döntéshozóknak. Köszönöm szépen! Ön a Haraszti aktuális márciusi számát látta. Ezt az adásunkat és az előzőeket is visszanézheti a dunaharaszti.hu oldalon, Dunaharaszti Város hivatalos Facebook és YouTube csatornáján, a Kis Duna TV adásában, a Dunaharaszti Város nevű privát Facebook csoportban, valamint a dunaharasztionline.hu nevű felületen. Viszontlátásra!